Tapasztalatainak és élményeinek képpé formálásával Konfár Gyula a világ spirituális megközelítését célozza meg, s ezért olyan összetett képi struktúrákat keres, amelyekben az ábrázolt jelenség egyszerre tükre a valóságnak és a valóság felettinek. E képi többszólamúságot egyfelől a motivumok gondolati indítéka átírásával éri el, másfelől a színekben rejlő hanghatások sajátos kiaknázásával. Különleges technikáját tanítványai mellett a gyűjtők és a galéria nyitás óta, azaz 2 hónapja a győri tárlatlátogatók is megcsodálhatják, ahogy a vakolatszerűen egymásra vitt rétegek nyomán mozaikszerűen sejlenek fel motívumai. Az alkotó grafikáinak tárgyköre az arckép, táblaképeié pedig a csendélet, s ez utóbbiakon megelevenednek Tihany, Szentendre és a tengerpartok rajzolatai. A galéria nem csupán Konfár Gyula, hanem több neves magyar Munkácsi díjas festőművész alkotásaival rendelkezik gyűjteményeiben, így első alkalommal az új győri galériájuk megnyitása alkalmából úgy gondolták, hogy Konfár Gyula előtt tisztelegnek egy olyan művész előtt, akinek még nem volt kiállítása Győr városában. A valóság és a művész viszonyáról valló, mozaikszerűen feltárulkozó Konfár Gyula festmények a Turi Art galériában október 22-ig láthatóak.